Közel egy évtizede, minden október utolsó vasárnapján a Székely Autonómia napjáról emlékeznek meg, ez a felhíváshoz csatlakozott városunk hajdúböszörmény is. A megemlékezésre október 31-én a trianoni emléktábla adott lehetőséget. A megemlékezés célja, hogy Székelyföld történelmi autonómiájára és újkori törekvésére hívja fel a figyelmet, arra a hagyományra, amely évszázadokon keresztül megtartotta a közösséget, és amely a 21. században is megmaradásunk alapját képezi. A megemlékezés a himnusz elhangzásával vette kezdetét, melyet követően König Ferenczik Anikó, a Kertész-Lászlóvárosi Könyvtár vezetője mondott beszédet. Elhangzott, jelképesen öltözet gyúlnak el napon Székelyföld szerte, hirdetve az ott élő magyarság jeles autonómia igényét. Lármafák jelzik, hogy 100 évvel a trianoni békediktátum, 30 évvel a rendszerváltozás után egy átalakulóban lévő európai közösség nem hagyhatja figyelmen kívül a szülőföldjén boldogulni akaró, identitására büszke székelység törekvését, hangzott el. Beszédében szót ejtett a székelyek eredetéről is, valamint arról, hogy az 1947-es II. Világháborút lezáró párizsi világszerződés óta Romániában Hargita, Maros és Kovászna megyében található a székelyek túlnyomó többsége. Ezt követően a hajdúböszörményi Bocskai Néptánc Együttes ünnepi műsort adott elő. Majd a megjelentek közösen énekelték el a székely himnuszt. A megemlékezés végén a város önkormányzatának nevében Kis Attila polgármester, Fóris László és Sőris István alpolgármesterek, valamint dr. Tiba István országgyűlési képviselő és König Ferenczik Anikó intézményvezető a megemlékezés koszorúit helyezték el. A testvérvárosi sétányon, a Gyergyó alfalut jelképező oszlopnál a városvezetői egy-egy szálvirágot helyeztek el.